1, 2, 3. Valaki még mindig szélt mondott. Szél, nem vagy. Egy szülinapos kisfiú és két jó barátja, valamint a szülinapos által választott három kislány közreműködésével kerül földbe Nyíregyházán az évfája. Az ültetést követően alaposan meg kell locsolni ezt a magyar őshonos facsemetét, egészen pontosan ezt a Vénic szil elnevezésű fafajtát, amely a sóstói erdőben is megtalálható, mondta el a Madarak és Fák napja alkalmából összegyűlt közönség előtt Szokolszki Géza, a Nyírerdő ZRT munkatársa. Az évfája rendezvényt az Országos Erdészeti Egyesület hívta életre, hogy minden évben egy olyan őshonos fafajról emlékezzünk meg, amelyik itt a Kárpát-medencében él, és talán kicsit kevesebb figyelmet kap. Idén a vénicszil az évfája, aminek mi nagyon örülünk, mert itt a sóstói erdőben is rengeteg van, és a gyerekeknek élőben meg tudjuk mutatni. Illetve ilyenkor a botanikus kert területén előtetünk szintén egy évfáját, és így vissza tudunk emlékezni majd 5-10-20 év múlva, hogy milyen jó is volt ez a rendezvény. A szakember hozzátette, a rendezvényre évről évre visszatérnek a diákok, illetve más alkalmak során is van mód a találkozásra, így a gyerekek nem egészen nulláról indulnak a természettel kapcsolatos gyakorlati ismereteket illetően. Nagyon jó egy ilyen rendezvény, mert ilyenkor nem csak egy-egy mozzanatot tudunk egy erdőgazdálkodás vagy egy erdő életéből kiragadni, hanem igyekszünk a folyamatokra is rátérni, illetve az összefüggésekre. 1906-ban, amikor életre kelt ez a Madarak és Fák napja, nem véletlenül csak a madarakról, vagy csak egy madárfajról, vagy csak egy fafajról volt szó, hanem pont a madarakról, fákról, tehát növényekről, állatokról, életközösségekről, és nagyon fontos, hogy a gyerekek ezt összességében, összefüggésében lássák, hogy az erdőben mi miért történik. Na? Fákkal, nagyon jó. Madarakkal. Madarak, hát érintőlegesen, igen. Benne van a nevében erdész, erdő, igaz? Ki járt már erdőben? Az erdészről gondoskodik. Az én anyukám szokott akkor futni az erdőbe, és mi meg megyünk vele biciklizni. Csabai Judit úgy fogalmazott, a Madarak és Fák napja című rendezvényt kezdettől fogva a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kert, a Nyírerdő ZRT és a Magyar Madártani Egyesület közösen szervezi. Nagyon-nagyon jó együttműködik a három különböző intézmény. Ennek a feladatnak a közös hirdetésében, illetve a közös leszervezésében mindenki tudja a feladatát. A gyerekcsoportokat, akiket megszólítunk, azt kell mondjam, hogy kezdődve az óvodás csoporttól, a kisiskolásig, és ahogy látom, egy-két felsős általános iskolás csoport is jelen van. Próbáljuk úgy beállítani a feladatokat, hogy azért mindegyik csoportot meg tudjuk szólítani, és valamennyi tanulságot, vagy valamennyi szórakozást mindenki haza tudjon vinni, vagy valamilyen emléket mindenki haza tudjon vinni. Ezen kívül természetesen a botanikus kert nyitva van, és látom, hogy nagyon sok csoport, akinek mondjuk eddig nem volt ideje, vagy eddig nem szánta rá az időt, akkor most egy látogatást tud tenni, és tud egy kört tenni a botanikus kertben. Az adjunktus elmondta, az éghajlatváltozás következményei a botanikus kerten is folyamatosan nyomot hagynak, így a fiatalok számára elkerülhetetlen a szembenézés a jövőt érintő természeti kihívásokkal. Azt kell mondjam, hogy a mostani generáció nem naív és nem tudatlan a jelenlegi környezeti állapotok tekintetében, tehát tisztában vannak vele, hogy sajnos az irány és a tendencia az nem jó, és hogy ezen változtatni kell, sőt valószínűleg felelősségük tudatában vannak, hogy valószínűleg ez a feladat majd őket fogja terhelni, tehát nekik kell majd erre megoldást találniuk. Nem csavarom bele teljesen, hogy egy hónap múlva bele tudtok nézni, hogy fészkele benne már madár, esetleg fióka van benne, és a másik pedig azért csavarozzuk, hogy tavasszal ki kell takarítani. Fogjátok, vihetitek az osztályba és akkor az iskolába ki kell tenni.